Jó estét kívánok mindenkinek! Szeretettel üdvözlök mindenkit! Azt hiszem talán most már a negyedik alkalommal találkozunk, és még egy pár percet várunk, hogy még többen bekapcsolódhassanak. Azoknak a türelmét kérem, akik már bekapcsolódtak. Mindig a korábban jövők szívják meg jobban, de ez nem talán érthető, hogy érdemes várni azokra, akik még nem tudtak bekapcsolódni. Tényleg csak néhány másodperc türelmet kérek még mindenkitől. Oké, okay. most már azt hiszem, hogy kellő számban jelen vagyunk. Jó estét kívánok mindenkinek, uh, és akkor folytassuk a beszélgetést. Ugye a Pészák jártunk, de még mielőtt, még mielőtt uh, uh, belekezdünk a mai uh, témába, azelőtt érdemes egy-két feleveníteni, Azokat a dolgokat, amelyekről tegnap beszéltünk. Ugye tegnap, tegnap szó volt a, a megváltásról, vagy az egyiptomi kivonulás központi szerepének fontosságáról, illetve a központi szerepének miértjéről. Ugye mondtam azt, hogy hogy nem kell ahhoz, nem is tudom, túlságosan szemfülesnek lenni, hogy az ember lássa azt, hogy, hogy az egyiptomi kivonulás milyen központi szerepet foglal el a judaizmusban ugye a Tórában magában is számtalan alkalommal meg van említve. Egyébként egyik azoknak a hat, egy, egyik, az, egyik, az egyiptomi kivonulás egyik az annak a hat e, dolognak, vagy eseménynek, amelyre a Tóra azt, azt, követeli tőlünk, azt kéri tőlünk, hogy emlékezzünk rá életünk minden napján. Az egyik az egyiptomi kivonulás. E, és akkor megbeszéltük azt, hogy ez azért egy ilyen, egy ilyen fontos esemény, mert, mert, e, mert egyrésztről a zsidó népekkor ekkor vált néppé, másrésztről a teremtő ekkor jegyezte el, vagy ekkor vette magához a zsidó népet. Ez, ha úgy tetszik, a zsidó nép és a teremtő esküvője. Volt ez az alkalom, hát mint a Sína-hegyi kinyilatkoztatás, tehát az egyiptomi kivonulás, illetve az azt követő 50 nap a színáhegyi kinyilatkoztatási. És azt is mondtam, hogy, hogy soha világtörténelemben nem volt még ehhez hasonló jellegű csoda. Soha világtörténelemben nem fordult elő az, hogy Isten megnyilvánult volna, vagy kinyilvánította volna magát két és fél millió, három millió embernek, ugye a teljes zsidó népnek. Ilyet, uh, ugye említettem tegnap, hogy a Maimonides azt tanítja, hogy Maimonides azt tanítja, hogy, hogy egy ilyen um, hogy az az egyik bizonyíték annak, hogy az egyiptomi kivonulásulatot órában leír történet, igaz? Az egyik bizonyíték annak, hogy senki nem merne ekkorát hazudni. Azt talán Abraham Lincoln, amerikai elnöknek volt, nek volt az a híres mondása, talán, ha jól emlékszem, de a mondás mindenképpen bárki is mondta, nagyon jól hangzik, azt mondja, hogy kevés embert átverhetsz sokszor, sok embert átverhetsz kevésszer, de sok ember sokszor nem tudsz átverni. Tehát egy ekkora, ha azt mondja Majmeredes, hogy az egyiptomi különlás és a, a, a tórában leírt történetek ö, nem, nem lettek volna igazak, ha ez hazugság lett volna, akkor ezt nagyon gyorsan ö, ö, rajta lehetett volna kapni ezt ezen a hazugságon mózást, vagy bárkit, aki ezt a hazugságot, vagy ezt a mitoszt, ezt a legendát terjesztette. Olyat senki nem merne állítani, hogy mindenki ott volt. Olyat lehet állítani, hogy ott voltak egy páran, ott lehet állítani, hogy tapasztalták a kinyilatkozatást néhány tucatnyian, néhány százan, akár néhány ezren is, de az, hogy két és fél millió ember, és ez mindenki, mindenki, aki jelen volt, Mindenki, aki abban a korban élt és a zsidó néphez tartozott, megtapasztalta volna a kínatkozást. Ekkora hazugságot egyszerűen nem lehet keresztül verni, ha úgy tetszik. Kedves Laci, a az online tanulás megmarad a vírus után is. Igen, azt gondolom, hogy ez működik, az nem is tudom, hogy ha, nem is tudom nem is, ha nem is minden napi szinten, de, de valamilyen módon igen, ezen felül, ugye a Lekvár és blogon keresztül készülök indítani egy podcastet, ezt már készültem volna elindítani két héttel ezelőtt, Én, de ez most valamiért megakadt, talán a rendkívül sok tennivaló miatt, itt a, a karantén és egyéb elfoglaltságok okán, de ez is feltétlenül a teendő listámon van. Oké, okay, akkor ö, ö, tegnap kérdezte valaki, vagy a tegnapi előadással, vagy beszélgetéssel kapcsolatban ö, kérdezte valaki, hogy, ö, hogy mit értettem az alatt, amikor azt mondtam, hogy Isten is a zsidó nép közötti szövetség az felbonthatatlan, megingathatatlan, annak dacára, hogy mind, hogy a zsidó nép, hogy mi ezt számos alkalommal igyekeztünk felbontani, vagy tettünk erre kísérletet. És kérdezte valaki, hogy ezt, ezt tisztázzam, hogy itt pontosan miről is van szó. Üm, tulajdonképpen arra gondolok, vagy arra gondoltam, hogy a, <kül> a zsidó nép és a teremtő kapcsolata az tulajdonképpen nem más, mint egy mint egy házasság. Ez pont, pont olyan, mint egy házasság. Ezt nem én találtam ki. Nem véletlen, hogy Salamon az Énekek Éneke könyvében, a Biblia Énekek Éneke című könyvében Salamon király egy, egy, egy nő és egy férfi szerelméhez hasonlítja a teremtő és izrael népének a, 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 a viszonyát. Mert egy részről ez, ez a leg... ez az a kapcsolati forma, ami a legjobban leírja Isten és a zsidó nép viszonyát. Abban a tekintetben is, hogy... Hogy csak úgy, mint egy házasságban sincsenek, vannak mindig hullámhegyek, hullámvölgyek, nem, nem, nem folyamatosan ugyanazon a hőfokon ég egy kapcsolat, nem mindig ugyanazon a hőfokon van. Vannak benne most tudom, vidámabb pillanatok, vannak benne szomorú pillanatok, de a lényeg az, hogy egy jó házasságban, egy igazi házasságban az a lényeg, hogy, hogy ezek mind a nehézségeket, mind a a jó dolgokat egy, egyszerre éljük meg, együtt éljük meg. A nő és a férfi együtt éli meg ezeket a férj és a feleségek, ez pontosan együtt éli meg ezeket az eseményeket. És nem feltétlenül, ugye a szerelem szintje egy női-férfi kapcsolatban sem feltétlenül ugyanazon a hőfokon ég mindig. Van, van, amikor úgy tetszik, jobban szeretjük a másikat, van, amikor egy kicsit kevésbé szeretjük a másikat de ez nem jelenti azt, hogy a házasságnak vége, csak azért, mert éppen egy adott pillanatban egy kicsit kevésbé szeretjük egymást. Egy olyan, egy olyan történet jut eszembe erről, amikor a, egy fickónak, mit tudom én, beteg, rohan valahova, és összefut egy ismerősével az utcán, és azt mondja neki az ismerősével, hogy hova rohansz, e, tudom én, majd se, és akkor azt mondja neki, hogy hát a feleségem beteg, és rohanok gyógyszerért, el kell szaladnom gyógyszerért. E, és akkor megkérdezi tőle az, az ember, hogy Oké, okay, és te szereted a feleségedet? Azt mondja, neki ez a, azt mondja neki a másik, hogy nem értem, mi köze van ahhoz, hogy szeretem-e a feleségemet. Egy gyógyszerre van szükség, el kell mennem gyógyszerért. Erre van szükség, el kell mennem, el kell mennem gyógyszerért nagyon furcsán néznek ki, hogy azt mondja Csába, hogy hm, tudod, mit igazad van, nem is szeretem mostanában annyira a feleségemet, az utóbbi öt évben eléggé mogorva, és nem is szeretem most annyira, hagyjuk a fenébe, üljünk be egy kávére és dumáljunk. Ugye ez teljesen nonsens, teljesen abszurd dolog. Hát miközben van annak, hogy szeretem a feleségemet, vagy sem, ahhoz, hogy szüksége van a gyógyszerre, akkor én elmegyek a patikába, és megveszem számára a gyógyszert. Ugye ez, 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 teljesen logikus. És egy kicsit így vagyunk, Isten és a zsidó nép is, hogy nem mindig szeretjük feltétlenül egymást ugyanazon a szinten. Mindig szeretjük Istent, Isten mindig szeret bennünket, de mi, mi, mi sokszor nem. Nem kell mondjam, hogy a zsidó nép sokszor nyakas volt a Teremtővel szemben, és nem fogadjuk el, nem tudtuk elfogadni minden egyes alkalommal. Istennek minden döntését ugyanazzal a szeretettel és ugyanazzal a jó szívvel. Ugye? Egyesek igen, de kollektíve nem feltétlenül. De ez nem azt jelenti, hogy a házasságnak vége csak azért, az kapcsolatnak vége csak azért, mert most éppen kicsit haragszunk Istenre, amiért ez vagy az történt, amit mi nem tudunk megérteni. Itt ülünk ebben a koronavírusban, itt be vagyunk zárva ebbe a. <köhem> ebbe a e, e, ugye nincsenek társas érintkezések, stb. E, karanténban vagyunk. E, nyilvánvalóan, nyilvánvalóan Istentől jön. Ez is, mint, mint, minden más, a jó is, ugyanúgy, mint a rossz, Istentől jön. Biztosan Isten, ez Isten tervének valamilyen tekintetben része. Most, ki mondhatom, mondhatom én azt, hogy most haragszom Istenre azért, mert ez, mert ez történt, Tudom, mit, haragudsz Hatsz Istenre azért, mert ez történt, nem, mert nem érted, hogy miért történt, nem tudjuk, hogy Isten mit, miért csinál, ez hol része a, 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 a nagy, big picture-nek, ennek a globális isteni tervnek, ez hol része, nem értem, nem tudom, haragszom ezért, igen, dühös vagyok, igen, ez azt jelenti, hogy akkor én most... Ö, felhagyok az Isten szolgálattal, és felhagyok a parancsolatok megtartásával, csak azért, mert most éppen egy kicsit haragszok Istenre, vagy mert nem értem, hogy mit akar Isten. Természetesen nem. Természetesen nem. Csak úgy, mint az ember a patikába elmegy kiváltani azt a gyógyszert, akkor is, hogyha éppen egy kicsit kevésbé szereti a feleségét, mint, mint, mint máskor. Tehát egy házasság sem ég mindig ugyanazon a hőfokon, Isten és a zsidó nép kapcsolata sem még mindig ugyanazon a hőfokon, legalábbis ami a zsidó népet illeti. Másik szempontból pedig azért azt is el kell, azt is kell mondani, hogy, hogy, hogy a, Isten és a zsidó nép kapcsolata az, az két szinten, is, két, szinten is, működik, vagy két szinten is megjelenik, manifestálódik. Az egyik szint az a kollektív. A zsidó nép, elnézést csak becsörögtek, amikor a zsidó nép kollektíve, kollektív zsidó nép egészét tekintve nézzük Isten és is a zsidó nép kapcsolatát, és vannak egyéni szintek. Egyéni szinten, a, a kedves kérdezőnek válaszol, egyéni szinten számos zsidó van, aki felmondta ezt a házasságot. Ugye számos zsidó van, aki otthagyta ott a zsidó vallást, vagy ott a zsidó vallásgyakorlást, gyakorlást, ö, vegyes házasságot kötött, ö, mit tudom én, a gyermekei, gyerekei már nem zsidók, az unokái nem zsidók, és így tovább. Tehát aki elhagyja, a zsidó vallást nem lehet ö, elhagyni, aki zsidónak vagy aki megfelelő módon tért be a zsidó vallásba, az utána már nem, nem hagyhatja el, nem tudja elhagyni a zsidó népet, de hát, hogyha, mint tudom, én, összeházasodik, egy, egy, hogyha nem zsidóval házasodik össze, akkor a gyerekei nem lesznek zsidók, és akkor onnantól kezdve, ha ő maga nem is, de a generációkkal később, ott már el az már egy zsákutcája tulajdonképpen a, a zsidó történet folytatásának. Tehát ilyen tekintetben természetesen sok millió zsidó hagyta már el, a, 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 nyájat, vagy a, ha úgy tetszik, mondta föl ezt a, ezt a, házasságot. Ugye sokszor ugye a hegedűs háztetőnben mondta Tevje, hogy, hogy mondta, hogy hogy mi vagyunk a kiválasztott nép, most már nem lehet, hogy egy kicsit valaki mást is, mást is kiválaszt, kiválasztana Isten. Ugye ez még egyszer, ez, 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 ez egy házasság. Ez nem, itt dolgok van, hogy úgy alakulnak, ami számunkra tetsző, van, hogy úgy alakulnak, ami számunkra kevésbé tetszik, de ezért, ezért felrúgni a házasságot csak azért, mert a dolgok éppen úgy alakulnak, hogy én nem tudom, nem értem meg, hogy miért történik. Természetesen, természetesen ez nem, ez nem releváns és nem, nem helyes, nem volna helyes. Úgyhogy nem véletlen, hogy a, hogy a kinyilatkoztatás, amit majd később fogunk beszélni, tehát a tóraadás, amikor Isten megjelenik a Sinai-hegynél táborozó, mint egy két és fél három millió zsidónak, a, vagy a teljes zsidó népnek, a Szinehegyi kinyilatkozás a rabbinikus irodalomban, a Talmudban, úgy, vagy a Midrásban úgy jelenik meg, mint egy esküvő. hogy a hegy, mint egy esküvői sátor, Isten a vőlegény, a zsidó nép a menyasszony, és, és tulajdonképpen egy házasság, egy házasság kötteti. Isten, Isten elveszi a, a zsidó népet feleségül, ha úgy tetszik. És az a házasság, ez, ez történt mindez, három, most már lassan 3332 éve lesz, hogy mindez megtörtént. Ugye a zsidó időszámítás szerinti 2448-as évben, most írunk 5780-at, tehát 3332 éve lesz, most Pészákkor, hogy kivonultunk Egyiptomból, és most Sávókor, 3732 éve lesz, hogy Isten kinyilatkoztatta magát a, a, teljes zsidó nép számára. É, ezért, ezért ez a házasság most már, most már három évezrede tart. Oké. Okay. Most, még mielőtt belefogunk a mai témakörökben, témakörökbe, ugye fogunk beszélni a, a előkészületekről, illetve a pészah gyakorlati ö, hogy is mondjam, fontosságáról, vagy a Pészak gyakorlati ö, ö, cselekvéseiről, miket kell tenni Pészak ünnepe előtt. De még mielőtt ebbe belefognék, ezelőtt szeretnék egy, ö, egy rövid kitérőt tenni, és ö, hogy, hogy a, a, zsidó parancsolatokban, a zsidó vallásjogi szokásokban, vagy a zsidó vallásjogi parancsolatokban tulajdonképpen három szintet ö, különböztetünk meg, mert ez elő fog jönni a később a, most a tanulmányaink során. A, tehát tulajdonképpen kétféle parancsolatot ismerünk. Az egyik, a, a háromfajta szintet, és kétféle parancsolatot. Kétféle parancsolatot ismerünk, az egyik azok úgynevezett tórai parancsolatok. Ez az a 613 parancsolat, ami le van írva a Mózes öt könyvében. Most azért ezt érdekes tudni, azok számára, akiket ez, akik, akik ezt nem tudják, hogy a, a tórában, Mózes 5 könyvében van 613 parancsolat. A valóságban, a valóságban ennél több parancsolat található a Tórában. Mégis a rabbik bölcseink azt tanítják, hogy 613 parancsolatról van szó. Most az, hogy amiket a Tórában olvasunk, mi számít parancsolatnak, és mi nem számít tórai parancsolatnak, ebben eltérnek a rabbik véleményei. Mindenki egyetért abban, hogy 613 parancsolat van a Tórában, de abban nem mindenki ért egyet, hogy melyek ez, mely, mik ezek a, ezek a parancsolatok, vagy mely, mely parancsolatok számítanak parancsolatnak. Azt is meg kell jegyezni, hogy a két kétfajta parancsolat létezik. Az egyik, kedves Marian természetesen nem képtelenség betartani, erről is mindjárt majd a gondoljátok egy pár szót beszélünk, hogy hány parancsolatot lehet le megtartani egyáltalán, vagy hány parancsolat képes az ember egyáltalán megtartani. Természetesen mindenki megtartani, minden parancsatot nem tud, mert vannak férfiakra vonatkozó parancsolatok, meg nőkre vonatkozó parancsatok, én nem tudom megtartani a nőkre vonatkozó parancsolatot, a nők nem tudják megtartani a férfira vonatkozó parancsolatot, vannak parancsolatok a papokra, a kohanitákra vonatkozóak, én nem vagyok kohanita, úgyhogy nem tudom megtartani a kohanitákra vonatkozó parancsolatot, senki nem kell megtartsa mind a 613 parancsolatot, illetve hát a parancsatok tekintélyes része, jó része, az nem vonatkozik arra azokra az időkre, nem tudjuk őket megtartani, amikor nem áll a Jeruzsálemi Szentély, hiszen az áldozathozatallal és Jeruzsálemi Szentélyben való szertartásokkal kapcsolatos, amelyek most, hogy nem áll a Jeruzsálemi Szentély, most már két, majd 2000 éve, ezért ezek nem, korunkban nem relevánsak, de még mindig akad valami 170 körüli parancsolata az 113 ból amelyet kötelesek vagyunk megtartani. Oké, okay. na most egy kicsit visszakanyarodva arra, amit korábban említettem, tehát a Tórában kétfajta parancsolat létezhet, az egyik parancsolat típus az egy olyan kategória, amely az örökké valóságnak szól, tehát amit Isten megparancsolt Mózesen keresztül a zsidó népnek minden nemzedéknek, nem csak a mózesi nemzedéknek, nem csak annak a nemzedéknek, aki éppen akkor jelen volt, hanem mindannyiunkra vonatkozik. És van a parancsolatnak egy másik része, egy, olvashatunk a túrában olyan dolgokat, amelyek, amelyek, amelyeket Isten megparancsolt Mózesnek, de az csak az adott generációra, az adott nemzedékre vonatkoztak. Például, amikor azt mondja Mózes, vagy azt mondja Isten Mózesnek, hogy mit tudom én, akkor most induljon meg, ugye a sivatagban vándorló zsidó nép, induljon meg, nem tudom, uh, uh, me, milyen irányba, az természetesen nem, az, ez egy parancsolat, Isten megparancsolta Mózesnek, hogy ezt és ezt mondja tovább a népnek. de ez ránk nem vonatkozik, mert mi nem vagyunk ott éppen a sivatagban, ez arra a nemzedékre vonatkozik, aki jelen van a sivatagban. Tehát ez először is ez a, a tórai parancsolatok ilyen tekintetben két, kett, kettő részre, és 613 parancsolat van abból, abból a fajtából, vagy abból a kategóriából, amely mindannyiunkra vonatkozik. Oké. Okay. Tehát léteznek a tórai parancsolatok. Most, a tórai parancsolatok mellett vannak az úgynevezett rabbinikus vagy nem tórai parancsolatok. Ezek olyan parancsolatok, amelyeket a szóbeli hagyományból tudunk. A szóbeli hagyomány azt jelenti, hogy amikor Mózes a Sinai-hegyen volt 40 napig átvenni a két kőtáblát, akkor a teremtő adott számára egy szóbeli használati utasítást, hogy ami, amely segíti, abban, hogy megértse, hogy mi van az írott tórában írva. Ö, miről is van szó? Arról van szó, hogy a tórában, Mózes öt könyvében kifejtett parancsolatok egyike sem értelmezhető gyakorlatilag valamiféle magyarázat nélkül. Ugyanis még a legegyszerűbbnek tűnő parancsolat, még azt a példát szoktam mondani, hogy a ne őj parancsolat, ugye, a mindenki által ismert parancsolatoknak, hiszen a tíz parancsolatnak is a része, vagy a tíz kinyilatkoztatásnak is a része, hogy a ne őj parancsolat, bár számunkra nagyon egyszerűen hangzik, de valójában teljességgel érthetetlen, anélkül, hogy valamilyen magyarázatot fűznénk hozzá. Miről van szó? Arról van szó, hogy mit jelent az, hogy ne őj. Ne őj az, azt is jelenthetné esetleg, hogy nem szabad me lecsapnom egy szúnyogot, hogyha engem az zavar, vagy egy legyet, amikor... Ö, Mit tudom én nem hagy aludni, vagy nem szabad megölnöm például egy csirkét, hogyha meg akarom enni, vagy nem szabad rálépnem egy virágra, hogyha az utamba kerül. Ugye természetesen nem erről van szó, hanem arról van szó a ne ő parancsolatban, hogy az ember nem gyilkolhat önkényesen, de, ugyan, de például önvédelemből, önvédelemből, gyilkolhatok, vagy megölhetek egy állatot, hogyha meg akarom menni, de nem ölhetek meg egy állatot csak az ölés kedvéért. Ugye? Tehát ezt, hogy megértsük ezt a látszólag nagyon és egyszerű parancsolatot, ez az első hangzással nagyon egyszerű parancsolatot, ez is szükség van valamiféle magyarázatra. Most ezt a magyarázatot kapta meg Mózes a Színáhegyen az alatt a 40 nap alatt, amíg fönt volt a tóradás alkalmával, és ez, ez az a Tudásanyag, vagy ez az információanyag, amely aztán később, circa 1800 évvel később leírásra került a Misnában, majd aztán még utána, vagy 350 évvel később szerkesztésre és leírásra került a Talmudban. A Talmud tulajdonképpen tartalmazza azt a szóbeli tant, amelyet Mózes kapott a Misna, és a Talmud tartalmazza azt a szóbeli tant, amelyet Mózes kapott a Teremtőtől a Színhegye. Tehát akkor vannak az úgynevezett Tórai parancsolatok, az, amelyik le van írva Mózes öt könyvében, explicit verbisz, mit tudom én, ne ő, tisztelt apádat és anyádat, ez egy Tórai parancsolat. És aztán vannak rabinikus parancsolatok, amelyek egyrésztről magyarázzák ezeket a Tórai parancsolatokat, másrésztről pedig védő ernyőt képeznek a Tórai parancsolatok, a Tórai parancsolatok körül. A védő alatt azt értjük, hogy ha nem szeretné az ember áthágni, nem szeretne áthágni egy tórai parancsolatot, például szombaton tilos mondjuk a tűzgyújtása, tűzgyújtása az egy tórai, paranc... tórai, tiltás szombat napjára, szombatnapon nem szabad tüzet gyújtanunk, és vagy tüzet eloltanunk, ezért a rabbik megrendelték, elrendelték, hogy semmilyen tűzgyújtáshoz alkalmas eszközhöz ne nyúljunk hozzá, azért, hogy elkerüljük az esetleges későbbi tórai parancsolat megszegés. Tehát nem szabad hozzánülni egy gyufához, vagy egy öngyújtóhoz, azért, mert nincs rá szükségem szombaton, hiszen ezeknek a tárgyaknak az egyetlen funkciója a tűzgyújtás, szombaton pedig tilos a tűzgyújtás, ezért ne is nyúljunk hozzá a gyufához, ez egy rabbinikus parancsolat. Tehát vannak a tórai parancsolatok, vannak a rabbinikus parancsolatok. A kettő közé beékelve, a kettő közé beékelve van egy olyan kategória, egy ilyen félkategória, amit úgy hívunk, hogy divrei sofrim, vagy profétai parancsolatok. Ezek tulajdonképpen nem a tórában, nem a tórában foglalt törvények, de nem is rabik által hozott törvények, védőintézkedések, hanem ezek olyan törvények, amelyeket a proféták rendeltek el számunkra, és mivel hogy a proféták rendelkeztek egyfajta isteni inspirációval, a proféták isteni kommunikáció következtében rendeltek el, amit elrendeltek, ezért a a prófétai a proféták által elrendelt parancsolatok, ezek, ha nem is olyan szigorúan veendők, mint a tórai parancsolatok, de nem is rendelkeznek azzal a kicsit könnyedebb súlyjal, mint a rabbinikus parancsolatok. Itt azért érdemes megjegyezni, hogy ritkán szoktunk kivételt tenni a tórai, illetve a rabinikus parancsolatok tekintetében, vagy a te, tórai és a rabinikus parancsolatok között, annak tekintetében, hogy mennyire veszük komolyan őket, mi mind a kettőt egyformán komolyan veszük, de azért azt jó tudni, hogy, hogy egy parancsolat azért az mégiscsak komolyabb elbírálás esik, hogyha tórai, tórai rendeletről van szó, mint sem, hogyha rabbinikus rendeletről van szó. Tehát ahhoz, hogy majd megértsük azokat a dolgokat, amikről fogunk tanulni Pészákkal kapcsán, érdemes, azt tiszt érdemes volt azt tisztázni, hogy vannak a tórai parancsolatok, vannak a proféták által elrendelt parancsolatok, és vannak az úgynevezett rabbinikus parancsolatok. Oké. Okay. Most, ugye Pészák, azok számára egy kis bevezető Pészákkal kapcsolatban. Miről is van szó? Ugye, aki ismeri Mózes... Mózes első könyvének végét, illetve a második, a második könyvet, az tudja, hogy, hogy Jákob 12 fia, Jákob és háza népe levonult Egyiptomba, a Kánoán földjén, az ígéret földjén, akkor pusztító éhínség elől. Amikor a család levonult Egyiptomba, akkor ott az alkirály, az egy József nevű zsidó volt, aki Jákobnak volt a 11. fia. A 12 fiúból az egyik József volt, ő volt az alkirály Egyiptomban, azaz ő volt a második ember a, a hogy mondják ezt a második ember a, a fontossági sorrendben, vagy a, a, a List of Commands-ben. Uh, Oké, okay. tehát József volt az alkirály, és a zsidó nép 70-ed Jákob az a családja és háza népe levonult Egyiptomba. Uh, József halála után, pontosabban a a Józsefet, József ö, ö, felett álló fáró halála után következik egy eléggé keserű periódus az Egyiptomban lakó zsidó nép életében, ugyanis rabszolga, sorsba, ö, rabszolgaságba ö, taszítják a zsidó az egyiptomiak. Egy olyan, egyébként érdekes módon egy olyan ö, máig is meglévő vád miatt, amely ö, mindannyiunk számára ismerősen hangzik, úgy, azt mondja a Tóra, hogy az egyiptomiak attól való félelmükben itt vannak ezek a zsidók, ezek nem érzik, ezek biztos nem érzik magukat igazi egyiptomiaknak, és hogyha majd megtámad minket az ellenség, akkor majd ők át fognak állni az ellenség oldalára. hogy ez egy olyan tipikus ö, ö, olyan antiszemita vád, amellyel ma is még a mai napig is illetik a zsidókat, hogy ugye mit csináljunk ezekkel a zsidókkal, hát, hiszen ezek nem teljes értékű polgári az országnak, és biztos nem elég lojálisak az országhoz, és hát fognak állni az ellenséghez, ha megtámadnak, majd bennünket hagy, És akkor emiatt, emiatt a legjobb az, hogyha már most elnyomjuk a zsidókat, és rabszolgasorsba kényszerítjük. A rabszol, az egyiptomi rabszolgaság az tulajdonképpen felért felért egy, egyfajta holokausztal, Mind, mind brutalitását, mind kegyetlenségét és, 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 és pusztítását tekintve. Ráadásul két, év, két évszázadon keresztül tartott. Tehát rendkívül hosszú ideig volt a zsidó nép ö, Rendkívül kegyetlen dolgokat olvasunk a Tórában, és amiket nem olvasunk a Tórában, azt hozzáteszi számunkra a Midrás és a Talmud, és elmesélik nekünk, hogy zsidó gyerekeket falasztak be a falakba, és hogy milyen kegyetlen munkával ö, 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 tették, vagy törték derékbe a zsidó emberek fizikai létét, ugyanúgy, mint a szellemi létét, tehát tulajdonképpen teljes megalázottságba kerültek. Ezután, ö, hogy ennek a periódusnak a végén, ugye Mózes kiva, ö, kimenekíti a zsidó népet Egyiptomból, történik egy tíz, tíz csapás, ugye egy, egy, egyéves egy periódus az, amely a, 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 megváltást tulajdonképpen elhozza, és a, a tíz csapás az tíz hónapon keresztül sújtja az egyiptomiakat, melynek a végén Mózes vezetésével a zsidók elhagyják, elhagyják Egyiptomot. Még mielőtt ez megtörténik, Nisztán hónap 14-én este, vagy 15-én, mielőtt ez megtörténik, azelőtt a zsidóknak kell hozniuk egy pészáhi áldozatot, egy bárányt, erről múlt alkalommal tegnap beszéltünk, egy áldozati bárányt, amelyet fel kellett áldozni a teremtőnek. Ez a szokás, ez a törvény, ez egy olyan törvény, amely vonatkozott az akkori nemzedékre is, és vonatkozott aztán, hogy vonatkozik a későbbi nemzedékekre is. A későbbi nemzedékek Jeruzsálemben, a Szentélyben hozták ezeket, ezt a pészáki áldozatot, de az is igaz, hogy bizonyos elemei ennek a rendelkezésnek csak az adott nemzedékre vonatkoztak, ugye erről beszéltünk múlt órán, hogy Nisztán hónap 10-én kellett kiválasztani ezt a bárányt, és az meg négy napig az ágylábához kötözve volt a zsidók házában, és aztán 14-én nappal feláldozták. Most a a zsidó nép, amikor kimenekül Egyiptomból, azon a bizonyos csütörtök éjszakán, akkor a nagy sietségben nincs idő arra, hogy elkészítsék maguknak a útravaló szendvicseket és az útravaló élelmet, ezért a fejükön szárad meg az a tészta, vagy a fejükre tették azt a tésztát, amelyet a nap szárított meg, és a nap sütött ki ezt a, ezt a kovásztalan kenyeret, ahogy a Tóra elmondás szerint, mert olyan gyorsan kellett Elhagyniuk Egyiptomot, hogy nem volt idő arra, hogy kenyeret süssenek maguknak az útra, hogy, ahogy említettem, szendvicseket készítsenek maguknak. Oké, okay. és akkor ezzel ott a hosszú-hosszú-hosszú felvezető után, akkor most lássuk a konkrét szöveget, a Széferet, hogy annak a konkrét szövegét, ami a Pészak előkészületei, Pészák ünnepének az előkészületeire vonatkozik. Az első és legfontosabb előkészület az a hometz ezt a szót, ezt érdemes lesz, hogy megtanulnunk. az azaz kovászos, hamectól való megszabadulás. Ugye hamecnak, kovászosnak nevezünk mindent, ami gabona tartalmú. Öt Ötfajta gabonáról beszélünk, amikor homecról beszélünk. Ötfajta gabona kovászodhat meg vallásjogi értelemben. Öt Ötfajta gabonának a, a terméke, a lisztje. Az egyik a búza, a másik az árpa, a harmadik a tönköly, a negyedik a zab zab, ö, búza, tönköly, rozs és, és zab, azt hiszem, úgy emlékszem. Tehát ennek az ötfajta ennek az ötfajta gabonának a lisztje tud megkovászodni. A minden más, mint mit burgonya liszt, vagy, 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 vagy rizsliszt, az nem tud megkovászodni. A rizst, azt egy picit meg a kukoricát is tegyük egy picit félre, később fogunk róla beszélni, de tórai értelemben ezek nem számítanak kovásznak. Oké. Okay. Most azt mondja a széferet, hogy da, Olvasom a szöveget, és azt mindig fordítom, amit olvasok. Hamur hua Pesach mi A Pesach az egy különleges ünnep minden más ünnephez kapcsolódó. Miért? Se kol ha a se kol be hagosz mert minden más zsidó ünnepnek a törvényei azok csak az ünnep idejére vonatkoznak. Az ünnepet megelőző, Lokodem, a moed, velo, sem az ünnepet megelőző időszakban, sem az ünnep után, Lévő időszakban nem vonatkoznak az ünnep törvényei. Veiló Pészák, kivéve Pészákot, Nausnabó a Tóra, Mitzvoszház, Harosz van, Agasz, Gám, Kajdema, Majed, Váker, a Tóra, Pészáka kapcsolatban olyan törvényeket állított, amelyek törvények még Pészák előtt is már elkezdenek vonatkozódni, és Pészák után is fennmarad a vonatkozásuk. Még el fogjuk mondani, hogy miről is van szó. Ez a Pészáka, Noagasz, Kajdema, Pészák, a Tóra, Iszurhaj, Jocsi, hogy le hogy mi az a micva, mi az a parancsolat, amely pészek előtt is már érvényes, és pészek után is érvényben marad, és hát is, hara, kamász harajz, és amire a tóra nyomatékosan felhívja a figyelmünket, azunk micvas bír, ez a kovásztalan, való megszabadulás kötelessége. Ugye miről is van szó? A filú jásze Adam kol az a Pészek. Még ha az ember megtartja a Pészek összes törvényét, miről, ö, milyen törvényeket, Javi ez hogy a be Migdos Árbasz. 14-én, 14-én elviszi a Jeruzsálemi Szentélybe a Pészeki áldozati bárány. Jól halói szó, a Macosz Ezt megeszi Macesszal és keserű fűvel, annak rendje is módja szerint, hogy a Tóra megparancsolta. Iszaperbe Ciasmicaim elmeséli az egyik kimonás történet, amit is szintén egy, egy micva kor, erről is majd fogunk beszélni. Jivarechvé, Halal al Alhagula, és elmondja megfelelő áldásokat és megfelelő hálainekeket. Iszharmi Lechol, Hamec, Kol, Siva, és Pészák minden napján ügyel arra, hogy ne legyen semmilyen kovászosat, vízbojsz, mert brisonyves hag, és az ünnep első és utolsó napján tartózkodik a munkavégzéstől, annak rendje és módja szerint, ahogy azt kell, vagy hol a pészek, és megtartja a pészek minden törvényeit, azonban, im ez ha az ember nem szabadul meg a hametztól, a kovásztalantól már az ün, még az ünnep előtt, vagy a hametzből is és az ünnep alatt a tulajdonában marad a kovászos. Haré, avar a kama ve kama mitzvoiszvász harajszak szúvöz tojra, ve hamur, akkor számtalan tórai rendelkezést fog ezzel meg, ö, sz, megszegni, és ezért büntetése az komoly a filukvar avarachág, és ugye, tehát arról van szó, hogy a Pészach ünnepe előtt meg kell szabadulni a kovászostól, és hiába csinálunk minden, mindent megfelelő módon Pészach alatt, hogyha a tulajdonunkban maradt kovászos az ünnep alatt, akkor annak annak komoly, az, 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 az egy komoly bűn. És ugyanez vonatkozik, és ez ez a bűn, ez nem csak Pészach alatt kísér bennünket végig, hanem még Pészach után is végig kísér bennünket, Miért is? A filu kvár avarachág, még hogyha vége is van az ünnepnek, a Dáina a hamec hú alav a dájén a hamec haze s avar alav a pészák asszur beánó ve Akkor a kovász, amely a tulajdonunkban volt, amely zsidó tulajdonban volt pészák alatt, az, abból a kovászból tilos bármilyen előnyt, vagy bármilyen élvezetet származtatni. Miről is van szó? Arról van szó, hogy Pészech ünnepe előtt meg kell szabaduljunk minden kovásztól, amely a tulajdonunkban volt. És ez nem csak, nem csak a zömlét jelenti, meg a kenyeret, vagy nem csak a száraz tésztát jelenti, vagy a, a, a nem tudom, lisztet, hanem jelenti a sört, a viszkit. Mindent, amiben gabona, mindent, amiben gabona vagy gabona származék van, és ez nem pészaki módon lett elkészítve, amiről majd később fogunk beszélni, ezektől meg kell szabadulni pészek előtt. A megszabadulás az mit jelent? Mit, mit jelent az, hogy meg kell tőle szabadulni? Ugye arról van szó, hogy ilyenkor az otthonainkat kiszoktuk nagyon alaposan takarítani, Mind, minden sarokba benézzünk, hogy egy morzsa, egy kenyérmorzsa ne maradjon sehol sem összegyűjtjük a mindent, ami kovászos, minden, ami a tulajdonképpen kovászos, és ezt megsemmisítjük. És ezt megsemmisítjük. Um, ez, a, ez, a ez, ez, a, helyes, eljárás Pészakkor. Most, arról majd később fogunk beszélni, hogy a középkorban, hogy a korai középkorban kialakult egy szokás. Ez, 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 régen nem volt egy nagy, nagyon, nagyon, hogy is mondjam, egy anyagi áldozata járó dolog. Az emberek Pészak előtt már, már csak óvatosan tárolták, vagy szerelkeztek föl lisztel és egyéb problémás élelmiszerekkel, tudván, hogy Pészak után, Pészak után, vagy, vagy, vagy a pár tonna pénzszak bejövetelével ezek, ezekhez, ezekhez nem tud hozzáférni. Ugyanakkor viszont, amikor a zsidók a középkorban elkezdtek alkoholkiméréssel foglalkozni és kocsmákat üzemeltetni, lévén, hogy ugye az antiszemita rendelkezések miatt a zsidók nem, tulajdon, nem tulajdon, tulajdonolhattak ö, földet, tehát mezőgazdasági, munka, mezőgazdasági bevételük nem származhatott, ezért rá voltak kényszerítve a pénz, ö, a, 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 a kölcsön, kölcsönadásra, illetve azért pénzügyi tranzakciókra, illetve az ital kimérésre ami szinten, szintén tilos volt a többségi keresztény társadalomban, vagy sokak számára visszatetsző volt a többségi keresztény társadalomban, és a zsidók elkezdtek sör-meg sör meg kiméréseket üzemeltetni, ugye azokat nagyon nehéz pénzre előtt megsemmisíteni. Pláne amikor pékségek alakultak, és az emberek nem elkezdtek nem saját maguk számára kenyeret készíteni, hanem pékségek adták, adták a kenyeret, hogy egy pékséget kitisztítani Pészákkor szinte lehetetlen, ugye? Hát ott hiszen egész évben Lisztel van foglalkozva, ugye egy, olyan egy, alaposan kitekeríteni, hogy egy, egy picig morzsa liszt sem maradjon egy, egy, egy péküzemben, ez tulajdonképpen lehetetlen, úgyhogy ezért a rabbik előálltak egy, egy, egy vallásjogi lehetőséggel, ez pedig a, a a homecnak, ennek a kovászosnak az eladása. Az azt jelentette, hogy ha valakinek volt mondjuk egy péksége, vagy volt egy sörfőzdeje, akkor egy szerződéssel, egy adásvételi szerződéssel, egy különleges adásvételi szerződéssel eladta azt arra a nyolc napra egy nem zsidónak, hiszen nem zsidónak nem, nem, köte, nem zsidó tulajdonolhatott kovászt, kovászost pészek és egy zsidó nem tulajdoníthatott, és ezért a zsidó valamilyen jelképes összeget fizetett, és akkor tulajdonképpen egy ilyen adásvételi tranzakció során vagy le, tranzakcióval megoldottuk azt a, azt a vallásjogi problémát, hogy ö, kovászos legyen a tulajdonunkban Pészákkor. Ezt, ezt a megoldást ezt a mai napig használjuk, hiszen sokunknak van otthon ö, ö, nem tudom, drága viszkijeink, ugye a az gabonából készül, vagy a vodka, a vodkák többsége gabonából készül, ezek drága dolgok, az ember nem szeretné őket ö, kidobni Pészak előtt, vagy meginni, hanem szeretné, nem tudom, a húsz üveg viszkiét Pészak után is élvezni. Ilyenkor azt kell csinálni, hogy az összes minden kovászost, ami a tulajdonunkban van, ezt össze kell gyűjteni, el kell tenni egy helyre, és ezeket ilyen, ilyen adásvételi szerződéssel eladjuk az ünnep ide, ideje idejére, úgy, hogy az ünnep ideje után ezeket visszakapjuk, vagy visszavásároljuk attól a nem zsidótól, akinek ezt eladtuk. Ezek, ezek a homec adásvételi szerződések. Ezeket rendkívül fontos megcsinálni pészek előtt, hiszen, hogyha nem csináljuk meg pészek előtt, akkor abba a említett kategóriába esünk, amiről az előbb beszéltünk, magyarul hiába tartjuk meg az ünnep minden törvényét, a tulajdonunkban volt Kovászos, ez az óriási nagy probléma, rendkívül nagy probléma. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy az embernek a, a tulajdonában van kovászos, hogy az embernek van egy nyaralója, vagy van egy autója, vagy van egy üzlete, vagy egy irodája, ami az övé, hogyha ott kovászos van, attól is meg kell szabadulni Pészek előtt. Oké. Okay. Most ezt ezt a, a, a hometztől, a kovászostól való megszabadulást, a micváját, a parancsolatát úgy hívjuk, hogy Biur az azaz a Hametz megsemmisítése. Oké. Okay. Mikortól kezdődik ez? Nézzük tovább a szöveget. Tchilasz, és ez Biur mikor kezdődik a Hometztól való megszabadulás? Slojsi Mjom a pesach, ez 30 nappal pesach előtt már megkezdődhet ez a folyamat, azaz gyakorlatilag Purim után elkezdünk készülni a pesach ünnepre, az ember elkezdi kisuvickolni a házát, és, és ugye ez egy zsidóházakban ez, 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 ez nyilván egybeesik egy, egy kiadós tavaszi takarítással is, ugye hát hiszen Rita remek alkalom, hogy, hogy tényleg levesszük a könyveket a polcról, és feltekerjük a szőnyegeket, és a függönyöket is kimossuk, és így tovább, és így tovább. Na nem, mint hogyha a függönyön, függöny kovász szempontjából probléma lenne, hiszen az ember nagyon ritkán tárol szendvicset a függönyében, de azért ezért remek alkalom arra, hogy a zsidóasszonyok ilyenkor, ilyenkor a a házat is alaposan kitakarítsa. Szovzmán biúr, ugye mikor, mikor, van a vége annak, hogy meg kell szabadulni a kovászostól, tehát mikor, kell, mikor jár lennek az ideje. Hamed soloj, Berbiz Manoy, siúr, ugye attól a, a, a Elo mi var, ro, az embernek folyamatosan mindig meg kell szabadulnia a kovászostól, ennek nincsen egy végső ideje. Már 30 nappal Pészek előtt felkészülünk arra, hogy akkor már ilyenkor mondjuk az ember ne vegyen drága viszkit, de hogyha vett valamilyen drága viszkit, mert mondjuk nem tudom, jó áron kapta, vagy vette a duty free-be, akkor azt, majd akkor ugye el kell adni annak azt szerint, ahogy ezt az előbb beszéltük. Vulam biur ze se a adam, kisétes se tászem van minham mufhar, orlár iszan. Mivel, hogy a komesztól való megszabadulásnak bármikor van ideje, nincs, nincs egy ki, uh, ideje, mégis a rabbik úgy határoztak, hogy annak érdekében, hogy az ember nehogy véletlenül, nehogy véletlenül bűnbe essen, ezért Nissan hónap 14-én, uh, pontosabban 14-ének az előestéjén uh, szabadulunk meg a kovászostól egy nagyon szép szertartás keretében. Hajnó heci, Salifné, Havim Havimsa, lála láher, Jamsla és a Szar, <tosz> ugye ez a a 14 ének beköszöntének, este beköszöntének, beköszönte fél órával a csillagok feljövet előtt van ennek az ideje. Ilyenkor azt szoktuk csinálni, hogy eddigra már a ház az csillog, villog, és minden ki van tisztítva, és minden homec el van takarítva, minden kovászos el van takarítva, és ilyenkor egy gyertyával és egy lúttollal végig megyünk a lakáson, és jelképesen megtekintjük, hogy ugye nincsen sehol semmilyen kovászos maradék vagy étel. Ugye, és ennek van egy nagyon szép szertadás, van egy nagyon szép áldás is, és annak érdekében, hogy annak érdekében, hogy hogy, hogy találjunk is valamit, és az áldást azt ne feleslegesen mondjuk el, ezért egy-két ilyen kovászos kenyér darabot szoktunk Alufóliába gondosan becsomagolni. Azért mondom, hogy gondosan, hogy nehogy véletlenül morzsálódjon, mert akkor kezdhetjük a takarítást előről, szóval gondosan becsomagoljuk ezt a, ezeket a kenyérdarabokat, elrejtjük, ö, valamilyen helyre, és akkor a gyerekekkel azért rendkívül jó móka megkeresni, a megkeresni a Kovászost ö, 14. előestén, tehát 13. utáni utáni este. Ö, a homec keresés. Ö, szertartásán belül. Oké. Okay. Van még, még egy, még, egy, pici időnk van, akkor nézzük csak. A, ugye a Hamecba einu én kilobi vált, akkor a Hamecot nem csak enni tilos, nem csak a fogyasztása tilos a kovászosnak, olybán alvilvág, vagy bármilyen, tip, bármilyen módon való élvezet, élvezése a, a kovászosnak, előállt olyra a helyével a hásbész himca és a a tóra arra is kötelez bennünket, hogy megszabaduljunk minden kovászostól. Solóie, Hemcoy, Nira, Bebeiszoy, vagy Solóie, Imcebőr, hogy az ember ne lássa ezt az otthonában, ne kerüljön a szem elé. A szemed elé ne kerüljön semmiféle kovász és semmiféle, semmiféle kelt dolog, írja a Tóra. Sekenka Tóra, úgy írja a Tóra, szó szerint Mózes második könyvének 12. fejezetében, Sivász Jamim, Szor Jolim, a Macebeba hét napon keresztül ne találtasson semmilyen kovász a birtokotokban, volt kaszúf, és az is írva van, velóira leha hamec, velóira leha szorbe hogy is ne legyen látható számodra semmiféle hamec, semmiféle kovászos, és semmiféle kovász tartalmazó dolog a te birtokodban. Magyarul az ember nem csak Pészákkor a, a kovászos nem csak enni tilos, hanem birtokolni is tilos, és látni is tilos. Ugyanakkor azt is meg kell, el kell mondani, hogy látni az embernek csak a saját homecét tilos. Tehát az volna tilos, hogyha nekem a, a birtokomban maradna a homec, és azzal találkoznék. A nekem ö, másnak a homecét nézni, mondjuk egy nem zsidónak a kovászosát nézni, ez nem tilos pészákkor, tehát hogy én sétálok az utcán, hogy egészen nyugodtan meg oda nézhetek egy nem kóser pékségbe, ami fantasztikusan jól üzemel, és mindenki nagyon boldog, és jól megy a biznisz, hiába van pészák, mert hát hiszen a nem zsidók számára nincsen pészák, számukra nem tilos a kovászos birtoklása, úgy, és nekem pedig nem tilos nézni mondjuk egy nemzsidó, egy nem kóser pizza üzletnek a kirakatát, pészákkor semmilyen módon ez nem tilos. A sajátomat nézni, az tilos volna, ha lenne sajátom. De ugye nincsen sajátom, mert megszabadultam tőle, de amire fel akarjuk hívni a figyelmet, az az, az az, hogy nem csak enni tilos, nem csak birtokolni tilos, hanem látni sem láthatom. Tehát, hogyha, hogyha, találok egy, nem tudom, egy zsömlét Pészák kellős közepén, mert mit tudom én, valamiért bénán takarítottam, vagy nem voltam kellően gondos a takarítás során, akkor azt azonnal meg kell semmisítenem, akkor is, hogyha Pészák van. Most az, hogy ezt miként semmisítem meg, az attól függ, hogy ünnepnap van-e, vagy fél ünnep van, erről majd később fogunk beszélni. Ettől, ettől függ, hogy milyen módon, milyen módon szabadulok meg a, ettől a bizonyos kovásztól, Pészak ünnep alatt. Holnap a következő alkalommal fogunk beszélni arról, hogy a Tóra tulajdonképpen milyen módon kötelez bennünket arra, hogy megszabaduljunk a kovásztól, és mi az, amit ezzel szemben mit csinálunk mert a tóra elvár tőlünk valamit, mi ezzel szemben valami sokkal durvábbat csinálunk, valami sokkal szigorúbbat csinálunk, annak érdekében, megint rabbinikus döntés, döntés miatt, annak érdekében, hogy hogy még véletlenül se szegjünk meg semmilyen, semmilyen tórai parancsolatot. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, ismét egy élmény volt veletek ma találkozni, pontosabban legalább az egyirányú kommunikációt. A kommenteket mind el fogom olvasni, és akkor a holnap este 8 órakor találkozunk, akkor azzal fogom kezdeni, hogy megválaszoljam az ott esetleg felmerült kérdéseket. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, szép estét! Remélem, hogy tartalmasan telnek a karanténban töltött napok kívánom azt, hogy ez is köszönöm nektek, hogy velem tartotok, ami azért is nagyon-nagyon jó, azért is nagyon remek, mert így legalább valami értelme is van annak, hogy karanténban vagyunk, ha már így fizikai nem, nem találkozhatunk egymással, akkor így legalább a virtuális térben. Még egyszer köszönöm szépen a figyelmet, további szép estét mindenkinek, sziasztok!